néha az udvarra sapka nélkül ment ki. Hidegben megfázáshoz éppen elég ennyi. Nagyon sokat szaladgált, forró volt a teste, lázasan feküdt le az ágyba aznap este. Reggelre folyt az orra, a láza felszökött, nem mehetett óviba, egész nap köhögött. Elvitték a rendelőbe, megnézték a torkát, estére már állandóan fújta az orrát. Hideg vízzel borogatták, gyógyszert is kapott, eltelt néhány újabb nap, mire végül hatott. Mézes teját szürcsölgetett friss citromlével, gyümölcsökkel kínálták és friss zöldségfélékkel. Mikor aztán meggyógyult és játszhatott végre, felvette sapkáját fedetlen fejére, nyakára sálat tekert, szaladt az udvarra, nyelvét kinyújtotta a készülő viharra. Hideg vízzel borogatták, gyógyszert is kapott, eltelt néhány újabb nap, mire végül hatott. Mézes teját szürcsölgetett friss citromlével, gyümölcsökkel kínálták és friss zöldségfélékkel. Mikor aztán meggyógyult és játszhatott végre, felvette sapkáját fedetlen fejére, nyakára sálat tekert, szaladt az udvarra, nyelvét kinyújtotta a készülő viharra. Nyakára sálat tekert,